jót harcoltunk, az biztos, tehát oda tettük magunkat ugye a tegnapi meccs után, hogy ismét pontokat tudjunk szerezni. Úgy érzem, hogy helyenként rendben voltunk, volt egy jó kapus teljesítményünk ugye a fiatal második számú kapustól. Az ember hátrányt ezt az egy hibát kivéve azért úgy gondolom jól védekeztük. Támadásokban is megvoltak a helyzeteink, itt egy óriási üres kapu maradt ki a végén, tehát valamiért a Fortuna mostában nincs a mi oldalunkon egy góllövés szempontjából, de úgy gondolom, hogy ezért a meló része ott volt a mai napon. Természetes azért, ugye mi is szeretnénk azt, hogy a playoffra kerüljünk a legjobb formában, addigra legyünk a legélesebbek. Ugye ez mind edzés munkába is élesedik, és ugye emellett próbáljuk a legjobb sorokat összerakni arra az időszakra, amikor a legkeményebb része jön a szezonnak. Persze, nyilván nagyon örülünk a 3 pontnak. Ugye most már azért harmadszor vertük meg a Debrecent ebben az évben, és srácok nagyon akarták bizonyítani, hogy mi vagyunk a jobb csapat, és azt gondolom, ez sikerült is, és azért van ennek különösen más íze, illetve értéke, mert nem igazán játszottunk jól. Nem volt sok eladott korongunk, viszont olyan helyeken adtunk el korongot, amiben ez a szaladós, nagyon gyors ellenfél nagyon sokszor ellépett, és a kuk mentett meg minket többször is. És az a baj, hogy ezeket az ajándékokat osztogattuk nekik, és készültünk is arra, hogy ez rohamban, nagyon erősek rohanásban, értem ez alatt a korongszerzésből azonnal átalakulnak támadásba és ugrálnak ki, nem igazán övéké a védekezés, tehát folyamatosan a hátunk mögé kell nézni, amikor velünk játszunk, mert ezt már beszéltük, hogy nincs náluk még a korong, de már egy mögöttünk van, és az nagyon nehéz kiküszöbölni, és idegileg nagyon nehéz ezt végigcsinálni a játékosoknak, hogy ezzel kell találkozniuk, de ez is a feladat rész, ezt meg kell oldani, és azért ezt nagy részben megoldottuk a kapus segítségével. Emberelőnyökre visszatérve én nem látom ezt, mert ugye azt hiszem volt ma 4 talán, vagy 5, vagy 4-ből egyet, vagy 5-ből egyet ültünk be, ez ilyen durván 20%-os mutató, ami jó. Az energia emberünk is betalált. Ma ezek azok a bónusz gólok, amik nagyon kellenek a kimondott offenzív játékosoknak az eredményessége mellett, mert ez megint csak a csapatmunkát mutatja meg, hogy mindenki bele tud tenni valamit, és amikor valaki egy picivel többet tesz bele, mint az átlagos teljesítménye, akkor az ilyen nem túl jó játékkal abszolvált meccseket karakterből be lehet húzni. Annyi a könnyebbség, hogy holnap csak edzünk és nem játszunk. Elég komoly a meccsek tempója. Ráadásul ugye tudjuk jól, hogy ez sem egyszerű. Nem a fiatal csapat, akinek a sajátja a munka, a sok korcsolyázás, és ugye bebizonyították, hogy bárhol tudnak nyerni. Tehát most készülünk rájuk nyilván. Évfélig még boldogunk vagyunk a mainak, és természetesen nincsen más szélünk, mint azt a 3 pontot itthon tartani, még akkor is, ha egy újabb jó kihívás előtt áll. Igen, a tegnapi meccs is egy nehéz meccs volt. Aki látta, az ugye az tudja, hogy a Mac egy jó csapat. Úgyhogy tudtuk, hogy ma is a Debrecen egy nagyon erős ellenfél lesz. Próbáltunk ugyanazt a hokit játszani, mint tegnap. Úgy gondolom, a meccsnek a nagyobb részébe domináltunk. Volt egy jó kapus teljesítményünk, és hála Istennek egyet több bot lőttünk, de az ellenfél. Hát igen, sajnos a jégkorong az ilyen, így az olyan, mint egy playoff time lenne most, meccsről meccsre van. Én kimondott jobban szeretem a meccseket, mint az edzéseket, úgyhogy ennek én örülök. A többiek is szerintem jobban tudják ezt úgymond dominálni, ezt a helyzetet, mint hogyha többet edzenénk. Egyébként sokat járunk ugye a kondiba is, tehát az energiát ott fenntartjuk. Mit vársz a Vasas ellen? Hát igen, a Vasas egy jó korcsolyázó, sokat korcsolyázó, nagyon agresszív csapat. Volt, hogy már meg is tréfált minket, úgyhogy nagyon nehéz mérkőzésre számítok, de bízom benne, hogy a 3 pont itthon tartjuk.